Ünnepélyes képviselőtestületi ülésen zárták le a ciklus. Mátra pont 70 település mutatkozhat be. Vonzóvá tenni az ételt gasztrofotó kiállítás Gyöngyösen. Jó estét kívánok, ez az aktuális szeptember 25-én, jönnek a részletek. Ünnepélyes ülésen zárta le a 2010 és 2014 közötti önkormányzati ciklus Gyöngyösváros képviselőtestülete. A Mátra Múzeumban rendezett eseményen Faragó László polgármester beszámolóját egyhangulag elfogadták a képviselők. Összesen 70 alkalommal ülésezett 2010 és 2014 között Gyöngyös képviselőtestülete. Az utolsó ülést a Mátra Múzeumban ünnepélyes keretek között tartották. A cikluszáró ülésen Faragó László polgármester számolt be az elmúlt 4 év eredményeiről, amit a képviselők egyhangulag elfogadtak. A legköszönő városvezető televíziónknak azt mondta, legfontosabb eredményének a politikai béke megteremtését tartja, ami az ipari park fejlődésének, így a Procter & Gamble megteremtésének is az alapja volt, amit újabb befektetők követhetnek. Általános tapasztalat az, itt is, máshol is, hogy ahová egy nagy multi beteszi a lábát, ott megjelennek körülötte a kisebbek, közepesek, ahol megvan a bizalom, megvan a politikai bizalom, megvan a nyugalom, hiszen kiderült számomra, hogy ezek a multi cégek csak olyan területre mennek, ahol megbízható a politikai háttér. Kozma Katalin jegyző pohárköszöntőjében arról beszélt, a város ügyeinek előmozdítását a városvezetők és a konszenzusra képes testület is segítette. Nem mindegy az, hogy egy város irányítanak el, és a városban dolgozókat, a végrehajtókat, előkészítőket irányítják, vezetik el. Az sem mindegy, hogy van-e a városnak egy olyan képviselőtestülete, ahol értelmes kompromisszumok születhetnek, ahol döntések születhetnek, amiket mi köztisztviselők is mindannyian, akik itt vagyunk, végrehajtanak. Faragó László azt mondta, a város ma pénzügyileg stabil, így nyugodt lelkiismerettel adja át a polgármesteri széket utódjának. Pénzügyileg stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodás folyik. Én így szeretném, illetve tudom átadni az elkövetkező polgármesternek, illetve a városvezetésnek, képviselőtestületnek együtt, úgyhogy nyugodt lélekkel járok, kelek az utcán és alszom. Az ünnepi ülésen Bekecs Andrea a járási hivatalvezető, Báriné dr. Gál Edit a Mátra Múzeum igazgatója és Kárpáti Kázmér Ferences rendházfőnök is köszönetet mondott a képviselőtestületnek, hogy az elmúlt 4 évben segítette munkájukat. Az ülésen a testületi és bizottsági tagok 4 éves munkáját emléklappal és a városborral köszönte meg a polgármester. Félórás ingyenes parkolás, a zsellérközés az északnyugati városrész közművesítése, a sportiskola újjászervezése és a fiatalok részére indítandó bérlakás program is szerepel a baloldali összefogás gyöngyösi választási programjában. Az MSZP, a DK és az Együtt elképzeléseit Hisz György, a három párt közös polgármester jelöltje mutatta be ma délután. 5 fejezetre bontotta az MSZP, a DK és az Együtt gyöngyösi programját a három párt közös polgármester jelöltje. Hisz György szerint az 5 fejezet közül az első, a munkahelyteremtés a legfontosabb. Szeretnénk az ipari parkba újabb befektetőket hozni, erre komoly esélyremény van. Aztán a helyi vállalkozókat helyzetbe hozni, hogy gyakorlatilag minden olyan munka törvényes úton hozzájuk kerüljön, tehát gyöngyösi és környékbeli vállalkozások végezzék a munkákat. Valamilyen adókedvezményt, amit régen várnak velük egyeztetve, meg kell oldanunk. Emellett speciális foglalkoztatási programmal készülnek a nyugdíjasok, valamint a Gyesen-Gyeden lévők számára. Bevezetnék a félórás ingyenes parkolás lehetőségét és a gyöngyös kártyát is. A baloldal közös programjában kiemelt helyen szerepel a zsellérközök és az északnyugati városrész közművesítése, amelynek elkészültéig a területen élők számára elengednék a kommunális adót. A baloldal programjában a sportiskola újra szervezése, valamint a művelődési központ felújítása is szerepel. Hisz György azt mondta, a közbiztonság javítása érdekében városőrséget állítanának fel, a fiatalok itthontartása érdekében pedig bérlakás és ösztöndíj programot indítanának. A program a három párt közös elképzeléseit jeleníti meg.
teljesen közös munka, illetve a lakossággal együtt nagyon sok kérdői visszaérkezett, nagyon sok személyes találkozó volt a képviselőink és a lakosság között, illetve hát ez eddigi 8 év városvezetői tapasztalat, hogy mik azok, amik Gyöngyösön égetően szükségesek. Hisz György azt mondta, az a tapasztalatuk, hogy a közművesítésen kívül nagy volumenű beruházások már nem hiányoznak a városban, de sok apróságon kell javítani, ezért például parkosítási és virágosítási programot is indítanának. Gyöngyös is csatlakozik az egészséges család elnevezésű programhoz, amelyet az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága indított el. A programban Lengyelország mellett hazánk két régiója is részt vesz. Aki csatlakozik a programhoz, egy éven át havonta zöldség és gyümölcs csomagokat, valamint az elkészítésükhöz recepteket kap. Papíralapon és elektronikusan is lehet jelentkezni arra az uniós programra, amelyben három korosztály, a 16 éven aluliak, a kismamák és a 65 év felettiek vehetnek részt Gyöngyösről is. Az észak-magyarországi régióban összesen 7 városból várják a jelentkezőket, akik egy éven át havonta idén gyümölcsöket és zöldségeket, valamint az elkészítésükkel kapcsolatos recepteket kapnak. Gyöngyösen eddig már körülbelül 270 fő regisztrált, összesen pedig a régióból 2250-en csatlakoztak a programhoz. Láttuk azt, hogy hogyan csökkent 2007-től azoknak a száma, akik akár családi, akár egyéni vonatkozásban, zöldség és gyümölcs fogyasztásban az Európai Unióhoz képest, de magához a magyar viszonyokhoz képest is elmaradnak, és ezek tényleg az a három korosztály volt, akiket ez a program megcélzott. A program azt vizsgálja, hogy milyen hatással érhető el az egészséges, sokszínű étrend kialakítása. A megcélzott korcsoportok többféleképpen is jelentkezhetnek. Első körben egy regisztrációs lapot kell kitölteniük, amit megtehetnek papíralapon vagy elektronikusan a www.azegészségescsalad.eu honlapon. Ezt követően pedig a jelentkezésük befogadásáról és arról, hogy ők a programban érintettek és részt vehetnek, a szervezők fogják értesíteni. A remények szerint Gyöngyösön 3 elosztópontot fognak kialakítani, ahol a csomagokat átvehetik az érintettek. Az egyik ilyen pont az Üdvhadsereg Reménység Centrum Jókai úti épületében kap helyet. Az Üdvhadsereg a Gyöngyösváros önkormányzatának kérésére csatlakozott a programhoz, mivel egy szociális intézményként nagyon jó helyszín arra, hogy lebonyolítsuk a gyakorlati teendőket a program kapcsán, így természetesen a kérésnek eleget tettünk. A KSH adatai szerint az egyfőre jutó hazai zöldség és gyümölcsfogyasztás értéke egyre távolodik az ideálisnak tartott fogyasztás értékétől. Az egészséges család program egy évig tart, ám az önkormányzat reményei szerint akár uniós, akár kormányzati segítséggel ez a következő években is folytatódhat. Mátra pont néven éled újjá a Károly Róbert főiskola nátfedelesként ismert épülete. A pályázati forrásból megvalósuló beruházás egyedülálló módon gyűjtötte össze a környék szálláshely kínálatát, helyi termékeit és hagyományőrző csoportjait. A létesítménnyel, amely 70 település számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, a Mátra turisztikai vonzerejét szeretnék növelni. A nátfedeles épület újrahasznosítása egy szlovák-magyar nemzetközi projekt keretében valósul meg. Az egykor tanszékeknek, borkóstolóknak helyet adó létesítmény a jövőben turisztikai célokat szolgál. A gyöngyösi főiskola egy szlovákiai és két magyar turisztikai egyesülettel közösen vesz részt a projektben, melynek fő célja a turisztikai vonzerő erősítése, a helyi termékek piacra juttatása. A Mátra térségében természetesen a turizmus az egy kiemelt ágazat, sok embert foglalkoztat, sok jövedelmet termel a térségnek. Úgy gondoljuk, hogy a Mátra térségben rengeteg vidéki vonatkozású termék, szolgáltatás létezik, aminek nem nagyon van lehetőség, hogy piacra jusson, és mi szeretnénk ezt segíteni azzal, hogy egy ilyen létesítményt biztosítunk a vidéken élőknek, a vidéken alkotó embereknek, akik valamilyen terméket, szolgáltatást szeretnének a turisztikai piacra juttatni. A megújult épület együttesben kialakított kiállítótér, kisbolt, információs tér, borbemutatótér bemutatkozási lehetőséget biztosít képzőművészek, termelők, hagyományőrzők, csoportok számára, mondja a projektvezető. Az elmúlt 2 év alatt a főiskola egy kutatómunka során összegyűjtötte a Mátra térségében Heves és Nógrád megye több mint 70 településén élő kézművesek, hagyományőrzők csoportját, akik termékeiket eddig valamilyen ok miatt nem tudták a piacra eljuttatni, tette hozzá Tomor Tamás. Vannak élelmiszer jellegű és nem élelmiszer jellegű termékek a térségben.
Természetesen, ami mindenki előtt ismert, lekvár különlegességek, sajt különlegességek, számtalan példát tudnék mondani, illetve vannak olyanok, amik nem élelmiszer jellegű termékek, de mégis itt készülnek vidéken, szőttesek, valamilyen cserépedények, tehát olyanok, amik a Mátra térségére jellemző kézműves világnak a termékei, és ezek ugye a apáról fiúra szálló hagyományokat tükrözik. A beruházás során felújították a pincét is, és gyógynövénykertet alakítottak ki pihenő parkkal. A projekt összköltsége 1,8 millió euró, a főiskola által megvalósított beruházás 1,2 millió eurós forrásból valósult meg. A projektvezető hangsúlyozta, hogy a tervezést, a kivitelezést helyi szakemberek végezték, ami lendületet adhat a helyi vállalkozásoknak is. A létesítmény a tervek szerint október végén nyitja kapuit a gazdák, a vásárlók és a nagy közönség előtt. A gasztrofotózás a fotográfiának az az ága, amelynek célja, hogy minél inkább vonzóvá tegye az ételeket és a gasztronómiát a fogyasztó számára, vallja az ételfotózásról Pintér Árpád. A gyöngyösi származású fotóművész szüreti témájú fotóiból nyílt kiállítás a Művelődési Központban. Pintér Árpád véletlenül került kapcsolatba a műfajjal, de mára ez lett az erőssége, hogy ételeket tesz vonzóbbá fotókon keresztül. Több magazinnál dolgozott korábban más témakörökben, végül a gasztronómiánál kötött ki. A gasztrofotózás ez nem csak kimondottan az ételek fotózása, hanem az ételekkel és az étkezéssel, levéssel, és annak az élvezetével kapcsolatos eszközök, emberek és tárgyak fotózása, persze nyilván az ételek is ezen belül, és a folyamatok. A gyöngyösi származású fotográfus operatőrnek tanult, mégis fényképei miatt lett mára az egyik legkeresettebb gasztrofotós. Mostani kiállítását az ősz a szüret és a borik lette. Szerinte ez ugyanúgy hozzátartozik a gasztronómiához, mint a tányér, a konyha vagy a receptek. Itt is ugyanúgy meg kell mártozni akár a boros pincék hangulatába, vagy itt, ahogy a Kádár műhelyről, tehát hogy akár azokról az emberekről, akiknek a verejtéke, tényleg akiknek a munkája benne van abban, hogy egyszer valahol valaki majd egy tényleg jó, finom, jó pohár bort ihasson. Pintér Árpád számtalan kiadvány színesített már több ezer fotójával. Dolgozott együtt művészekkel is, mégis ha lehet, az ételfotózást választja témaként. A fotográfus kiállítását még több mint két héten keresztül lehet megtekinteni a Művelődési Házban. A főtéren hagyományosan a legkisebb korosztályjal induló futónapon most is fél ezer futópalánta várta a korosztályos startját. Ilyen a legjobb egy kis nyári zápor, ilyenkor gyorsabban futnak a gyerekek. Ezt tudom én magamról. Emlékszel, hogy valahol volt már ilyen, hogy ilyen időjárás körülmények azok kellett megrendezni? Hát azért nem olyan rossz ez az idő. Néhány csepp eső esik, de úgy látom, hogy hamar elmegy. Mennyi iskola jött most el, körülbelül hányan futnak a mai délután? Körülbelül 600-an vagyunk, de hát mi nem számoltuk össze, csak úgy látásból gondolom, hogy 600-an körülbelül. Korábbi évekhez képest ez jobb, kevesebb, fejlődünk, hogy alakul? Hát ez nem érdekes, itt mindig a hangulat a lényeg, hogy aki itt van, az jól érezze magát, és aki meg nem jött el, majd jövőre eljön. Gudó Sándorné nagymama már az elmúlt években is a helyszínen izgult unokáiért. Kiért tetszik ma itt izgulni az eső? A Miker unokáimért, 9 évesek. Most már jó, szép idő lesz, mire az unokáim beérnek, akkor a jó idő lesz. A fiúk készültek valamivel? Hát inkább én készültem, a táskában van a sütemény? A muníció, igen. A futásban érintetteket úgy tűnt nem zavarta a nyári zápor. Laci, mondd meg nekem, milyen érzés esőbe futni? Hát, jó. Szeretsz esőbe futni? Igen. És mi a taktika? Gyorsan kell futni. Mennyi kört kellett ma futnotok? Én most futok, én még nem futottam. Most. És mit szeretnél elérni? Elsőt. Mondjátok meg, hogy mi az értelme az esőben való futásnak? Nem ennek van értelme, hanem magának a futásnak. Sajnos ez most így alakult, ilyen az időjárás, de ez nem szegi a kedvünket. És hogy látjátok, hogy esernyőbe fogtok futni? Nem, esernyő nélkül fogok. Milyen volt esőbe futni, hogy éreztél? Hát én jól. Én is jól éreztem magam. Mire kellett odafigyelni, mert mondták itt a rajt előtt, hogy azért figyeljetek egymásra? Azért, hogy ne lökjük fel egymást. És sikerült jól elrajtolni? Az eső nem zavar a futásban? Az eső nem zavar engem. És hogy sikerült a futás?
Jövőre jöttök? Igen. Reméljük, jó idő lesz, ugye? Igen. A csapat szellemet, bátorságot és kitartás is megedző időjárás mellett a szüreti futónapon ismét kiváló hangulat uralkodott. A pályaszélén kicsik és nagyok lelkesen biztatták egymást és társaikat. A szülők újra gyerekek, a gyerekek pedig kicsit felnőtté válhattak a körülményeket és a távolságokat legyőzve. Megkezdődhet a bankok elszámoltatása, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló jogszabályt. Ez alapján a bankoknak az összes magánszemély által felvett deviza és forinthitel szerződéssel el kell számolniuk. A számítások szerint egy átlag deviza alapú lakáshiteles esetében 1 millió, míg egy autóhitel esetében mindez 3-400 ezer forintot jelenthet. Bérlakás építési tervet dolgoztak ki szakmai szervezetek, uniós forrást, kedvezményes kamatozású hitelt és önkormányzati szerepvállalást remélnek hozzá. A koncepció 5000 bérlakás építési költségénél 50%-os uniós támogatással kalkulál, a másik felét pedig az Európai Fejlesztési Banktól megszerezhető hitelből finanszírozná. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 357, a MOL 12050, az OTP 3986, a Richter 4019, a TVK pedig 4299 forintba került délután 5 órakor. Egy órával a tőzsdezárás előtt a hivatalos index, a BUX 17801 ponton állt. Jönnek a legfontosabbak még egyszer, röviden. Ünnepélyes képviselőtestületi ülésen zárták le a ciklust. Mátra pont 70 település mutatkozhat be. Vonzóvá tenni az ételt, gasztrofotó kiállítás Gyöngyösen. Ez volt az aktuális csütörtökön, friss információkkal legközelebb holnap jövünk majd a szokott időpontban, addig tudják, az interneten megtalálják híreinket, www.gyongyostv.hu. Minden jót, a viszontlátásra!